Egy egészen elképesztő tömegbalesettel ért véget ma hajnalban a Sebringi 12 órás. Fél óra volt csak hátra a futamból, mikor a mezőny ismét nekilódult, hogy eldöntsék a trófeák sorsát. Ekkora már csak 5 GTP volt életben, 2 Porsche, 1 Acura, 1 Cadillac és 1 BMW. Az elképesztő jelentet végül az előbbi trió hozta össze. Here comes the battle for the lead, and the lead is held up. Here's the opportunity, and there's a touch, there's another touch. And that is going to be off the circuit. A huge incident, and he's driven straight into the Porsche. And the other Porsche's gone over the top. Both Porsches are out. Both Porsches are out. A futamot így a 31-es Cadillac nyerte meg, amelyik addigra már teljesen esélytelennek tűnt. A balesetet és az egész hétvégét a jövő héten útjára induló Múzeum podcastban fogjuk majd kielemezni.